Sziasztok, ez a Pergamer Hány Szavak csatornája, és a mai videóban kitöltöm Dóri buktegét. Dóri elkészítette a legeg bukteget, és hát itt legvalamibb könyveket kell hoznunk, úgyhogy gondoltam, hogy kitöltem, mivel ki lettem hívva rá, és nekem nagyon tetszenek a pontok. Ja, és Dórinak az volt a kitétele, hogy olyan könyveket hozzunk, amit már olvastunk, kivéve egy-két pontot, ahova nem lehet ilyet választani. Szóval az első, legrövidebb könyv, amit olvastam. Ide az öreg néne üzikéjét hoztam, ami összesen 20 oldal volt, nincs meg nekem a könyv, de talán ez nem csak a mese kategória, mert én ezt klasszikusként olvastam már valami kihíváshoz, pedig egyébként nem terveztem olvasni, szóval nem szerettem volna ilyen hagyományos mesét idehozni, mert abból rengeteg van, ami rövid, de ezt mint klasszikus mesét olvastam el, és hát nagyon rövid. A kettes pont, leghosszabb könyv, amit olvastál. Azt hittem, hogy a Trónok harcát fogom idehozni, aztán az Outlanderre is gondoltam, és végül a Gyűrűk ura lett a nyertes, mivel három kötetben van kiadva, de ez igazából egy nagy könyv, és elvileg ez az európás kiadás, ez 1840 oldal. Tehát 1840 oldalt olvastam el egyszer egyben, az Anna Karenjinára is gondoltam, de verhetetlen. A Gyűrűk ura verhetetlen. Úgyhogy ez volt a leghosszabb könyv, amit valaha olvastam. A hármas pont, leglassabban elolvasott könyv, és hát ide is egyébként a Gyűrűk urát tudnám hozni, mivel majdnem 3 hónapba telt elolvastam ezt a könyvet egyetemen, mivel ebből írtam a szakdolgozatomat, és hát egyébként is szakdolgozós időszakban, miközben egyetemre jársz és mindenfélét kell olvasnod, egy ekkora patár nagy könyv elolvasása, hát az sok időbe telik, meg a közepe az le is lassult, úgyhogy ezt annyira nem is szerettem, meg hát amúgy is tudtam már az egészet kívülről, csak még akkor nem olvastam el egyszer sem. Szóval igazából ez a leglassabban elolvasott könyvem, de hogyha kellene egy második helyezést választanom, akkor az a Szitakötő borostyánban lenne, ami egy Tégla Outlander második rész. Ezt elvileg nagyjából 2 hónap alatt olvastam el. És nem is siettem, mert ilyen nagy kötetekkel nem szoktam sietni, teljesen felesleges, úgyhogy az Outlanderek közül ez volt az, amit a legtovább olvastam. 4. Leggyorsabban elolvasott könyv. Ide mindenképpen egy szerettem volna választani, ami nem azért gyorsan elolvasott könyv, mert képregény, vagy rövid, vagy mese, hanem azért, mert nagyon tetszett. És hát sok ilyen van, de hogy melyik, ami tényleg a leggyorsabban el lett olvasva, hát én nézegettem olyan, és találtam egy olyat, hogy Fogoly a sötétben, 260 oldalt, annyira nem is hosszú, de azért rövidnek sem mondanám, és 5 óra alatt, kicsit több, mint 5 óra alatt olvastam el. Azért ezen én is meglepődtem, mert olyan rengeteg van, hogy egy nap alatt olvastam el, de hogy 5 óra alatt egy igazából rendes könyvet, hát azon egy kicsit meglepődtem. 5. Legszebb téma, amit olvastam. Ide az Akiknek két anyja van című könyvet hoztam, mert amint belegondoltam a legszebb témába, két dolog jutott eszembe, a Dán lány és ez. És azt hiszem, hogy ezt a könyvet egy ideje nem emlegettem, és fontos lenne, mert az örökbefogadásról szól, és nagyon-nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen emberek vesznek ebben részt, nekik milyen érzés ez az egész, és nagyon-nagyon fontos ez az egész téma, és nagyon szép, és én mindig is gondolkodtam az örökbefogadáson, lehet, hogy soha nem fogok örökbefogadni, de mint gondolat bennem van, és ezért szerettem volna minél többet megtudni róla, mert szerintem ez egy csodálatos dolog. 6. Legszebb borítójú könyv. Tavaly óta nem mutogattam, úgyhogy íme a Mrs. England. Hát, hogy lehet valami ennyire szép? Egyébként is imádom ezt a zöldes kéket, ami a borítója. Ez alapból megnyert, de ezek a kis aranyozások benne. 7. Legújabb könyv a polcodon. A legeslegújabb könyv, hát ez lesz az, amit még nem olvastam, ez a Fény, amit elvesztettünk. Ezt a 21. század kiadótól kaptam, és ezzel együtt Jill Santoporo második könyvét is, de azt már elolvastam, szóval ez most a legeslegújabb, ami még az olvasásra várók között van. 8. Legrégebbi könyv a polcodon.
Na most ezt már nem is tudom, hogy úgy kell értelmezni, hogy melyik, ami nagyon régen jelent meg, vagy ami a legrégebb óta van a polcomon, de igazából szerintem mind a kettőt megnyerné az öcsi és a repülő bácsika, ami darabokban van már szinte, és hát ez volt az egyik legelső könyv, amit olvastam, és igazából mivel ez az apám könyve, ezért nagyon régi könyv, mivel már ő is olvasta gyerekként, szóval ez mindent megnyer, de még ha valami mást is kéne hoznom, akkor az a Szara és a Lótól vagyok, mert hogy ez póniklubos. Hányan voltatok póniklub tagok? Hát én nagyon sok évig az voltam, de mondjuk nekünk lovunk is volt, és így tudtuk használni a benne lévő cuccokat, de hát állandóan jött egy-két, vagy még több könyv is. Hát nem mondom, hogy a legjobb minőségűek ezek a könyvek, mert annyira gyorsan adták ki ezeket, hogy csak na, viszont ezt olvastam is, a többitől megszabadultunk, azt hiszem 3 póniklubos könyvben maradt meg összvisz, szóval ez is eléggé régi, meg hát nem akartam az alkonyatot hozni ide is, meg még más pontokhoz is, úgyhogy ezeket tudnám mondani a legrégebbi könyveimnek. A 9-eshez is hozhatnám az alkonyatot, mint legmeghatározóbb könyv, de mivel azt már úgy is tudjátok, ezért a Rómeó és Júliát hoztam, mert ez tényleg nagyon meghatározó volt nekem 8-os koromban. Ez volt az első olyan könyv, klasszikus, amit magamtól olvastam el. A Rómeó és Júlia musical hatalmas hatással volt ránk, és folyamatosan eljátszottuk az egészet, énekeltük, tanultuk a táncokat, beöltöztünk. Egyszerűen imádtam az egész történetet, és ezt többször újra is olvastam utána, az eredeti művet, úgyhogy mindenképpen meghatározó nekem. A 10-es, legtöbbet sírtam a könyv olvasása közben. Ez nehéz, mert nagyon kevés könyvben sírtam, de hogy melyiken sírtam legtöbbet, hát az biztos, hogy a legtöbb érzelmet ez a könyv váltotta ki belőlem, a Mielőtt megismertelek. Én ezen a könyvben sírtam, és egyszerűen végig nagyon-nagyon mérges voltam a szereplőinkre, de hát főleg ugye a férfire, a végső döntése miatt. Ez egy nagyon szomorú, romantikus történet, és én nem sűrűn olvasok ilyet, hogy tudom, hogy dráma vége, és sírás, és minden nagyon rossz, de ez szerintem egy nagyon-nagyon jó könyv ebben a témában, amiben az egyik szereplőnek van valami betegsége, a másik, hogy nem lehet vele. Nagyon sokat gondolok erre a történetre még mindig, a filmet 1000-szer láttuk már, nagyon szerettem, úgyhogy ez mindenképpen az egyik legsírósabb könyvem. És az utolsó pont, legközelebbi könyv, amit olvasni fogok. Szerintem a Fény, amit elvesztettünk lesz, amit legközelebb olvasni fogok, legalábbis ez a tervem, úgyhogy ezt választom ide. Ennyi lett volna ez a BookTag, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!